A kórosan kialvatlan autóvezető koncentrációs képessége számos kutatás szerint az ittas vezetőkéhez hasonló. De legalább ilyen veszélyes lehet a túlzottan magas hőmérséklet okozta hőguta közeli állapot, amikor a reakció idő jelentősen megnő. És ez nem csak a közúti balesetek kockázatát növelheti, de a sofőr egészségére is ártalmas lehet, fogalmazott kis Csaba házi orvos. Ilyenkor akár életveszélyes állapot is kialakulhat, annak következtében, hogy felborul a szervezetnek a hőszabályozó képesség, egyszerűen kimerülnek azok a kompenzáló mechanizmusok, amivel a szervezet hűteni magát, és ugye a túlzott meleg, ugyanúgy, ahogy például egy extrém magas láz esetében is, amikor a testhőmérséklet megemelkedik, akkor gyakorlatilag életveszélyes, egy teljes életveszélyes állapot alakulhat ki, ami mindenképpen azonnali orvosi beavatkozást igényel. Szerencsére azért ez, hál' Istennek, elég ritkán fordul elő, de egy ilyen enyhe, közepesen súlyos hőkuta is már csak kellemetlen tünetekkel tud járni, nagyfokú gyengeséggel. Fejfájással, szédüléssel, koordinációs-koncentrációs zavarokkal, esetleg akár hányással is. A házi orvos hozzátette: A túlzottan magas hőmérsékletben töltött idő során nem csak folyadékot veszítünk, de akár kórosan alacsony nátriumszint is kialakulhat a szervezetben, amit szintén tanácsos mi hamarabb pótolni. Emellett kiscsaba felhívta a figyelmet a gépkocsik légkondicionáló berendezéseinek megfelelő használatára és időszaki tisztítására is, mivel az elhanyagolt klímaberendezések könnyen az egész család megbetegedéséhez vezethetnek. Ezek általában enyhe lefolyásúak, de a klímában megtelepedhetnek bizonyos gombák vagy atipusos baktériumok, amik a szervezetbe bejutva akár súlyos, potenciálisan akár halálos megbetegedést is tudnak okozni. Szerencsére azért ez, ez ritka, de ilyen atipusos tüdőgyulladásos esettel azért minden évben találkozunk néhányal. Úgyhogy ha valaki rendszeresen ö, klímát használ és mondjuk nem tisztítatja megfelelően, és azért ilyen magas lázzal, izomfájdalmakkal, köhögéssel ö, járó tünetek vannak, akkor azért mindenképpen érdemes az orvosnál megemlíteni, hogy olyan helyen volt, ahol, ahol klíma is van, mert ez is egy plusz támpontot adhat a, a megfelelő diagnózishoz. Kis Csaba hangsúlyozta, nem elegendő jól kitisztítatni a légkondicionáló berendezést, de arra is ügyelni kell, hogy milyen hőfokra és milyen irányba állítjuk be a hűtött levegő befújását. Amiről ritkábban esik szó, de egyre gyakori probléma, a túlzott klímahasználat következtében kialakult izületi gyulladás, ez ilyen szokták ilyen klímareumatizmusnak is nevezni ami rövid távon egy relatíve jól kezelhető izomizületi gyulladáshoz vezet, de akár hosszabb távon egy krónikus izületi gyulladásba is átmehet, úgyhogy a túlzott klímahasználattal eleve mindenkit óva inteni, tehát nem az a cél, hogy nyáron, amikor kint 40 fok van, akkor mondjuk az irodában vagy az autóban 18 fokban ücsörögjünk. Nyilván el kell kerülni azt, hogy, hogy 40 fokos munkakörnyezetben dolgozzon az ember, vagy hogy az autóban 40 fok legyen és úgy vezessünk, mert azt sem tesz Jót az egészségünknek, de egy optimális aranyközép középutat érdemes megtalálni. A szakember szerint 23-24 fok alá nem érdemes a klímát állítani, mivel az is egy kellemes hőmérséklet, és sokkal kevesebb problémát képes okozni a tartós használat mellett.